milyen probléma van a vagykonfúnak. Pap Lászlói bandája az utóbbi napokban a debreceni emberek szemébe hazudva azt állította, hogy a nagyállomás környékén kialakult helyzet kezelésére törekednek. Ki kell mondani azt, hogy az ingyenesen indított buszjáratok szükségesek, de nem elégségesek. Ahhoz, hogy megoldjuk a debreceni nagyállomás környékén kialakult migrációs problémát. Ahhoz, hogy jobban lássuk a helyzetet, a valóságot kell szemlélnünk, amely sajnos szomorú. A valóság az, hogy az ideérkező sokszor több száz migráns csak az itt lévő önkéntes debreceni polgárok próbálják meg kezelni. Semmi állami támogatás, vagy városi támogatással ez úgy gondolom elfogadhatatlan, ezen azonnal változtatnak. Debrecen és Magyarország most áll vizsga előtt. Egy olyan vizsga előtt, amikor szolidaritásból, emberségből és probléma megoldásból kell letennünk a jelest. És úgy gondolom, hogy jelenleg a fideszes városvezetés és fasiszta hajlamú ellenzéke bukásra áll ebben. Nekünk a józanész politikai oldalának és a civil aktivistáknak kell megteremtenünk azokat a feltételeket, hogy ne fajuljon el a helyzet. Gondoljunk csak bele, mi lesz akkor, hogyha növekszik a migrációs nyomás, és a civil aktivisták önerejükből nem tudják már finanszírozni ennek a kezelését. El fog szabadulni a káosz. Debrecen választott politikusainak igenis felelőssége, alapvető felelőssége az, hogy kezeljék ezeket a kialakuló helyzeteket, kézben tartsák a problémákat, és jelenleg erre semmi jelölt. Mi az együttben tudjuk erre a megoldást? Ez a megoldás alapvetőleg egy tranzitzóna azonnali kialakításán múlik itt a nagyállomásnál. Ez a tranzitzóna egy olyan hely, ahol a városnak biztosítania kell az alapvető higiénés feltételeket, gondolok itt mobil WC kihelyezésére, vagy mosdásra alkalmas vízszolgáltatására. Ez nem kell szerintem részletezni, mennyire fontos egy ember életében. Ezen a helyen a városnak biztosítani kell, garantálni kell a civil aktivisták biztonságos és folyamatos munkavégzését. És ezen kívül egy nyomtatott és több nyelvű anyaggal tájékoztatnunk kell az ideérkezőket, az alapvető kötelezettségeikről, mit vár el tőlük a debreceni közösség, mikor ideérkeznek, milyen szabályokat kell betartani, milyen jogokkal élhetnek, mit rejt magában a migrációs eljárás, az menekültügyi eljárás, és adni kell nekik egy alapvető helyismeretet. Picit túllépve ezen a tranzitzónán, a másik égető probléma, amit már említettem, hogy városi támogatás nélkül dolgoznak ezek az önkéntesek. A városvezetést és az itt dolgozó civileket egyességre kell juttatni, egy olyan megállapodást kell kialakítani, ahol az egyik fél vállalja a további önkéntességet, a munkavégzést, a másik fél, a város pedig garantál egy készletet, egy olyan készletet, amely biztosítja a munkavégzés lehetőségét. Itt nem pénzről beszélünk, nem anyagi forrásokról, hanem azokról az alapvető javakról, amiket a civil aktivisták nap mint nap a debreceni polgároktól, mint adomány kérnek, gondolok itt fél literes kiszeledésű vízre, vagy háztartási kekszen nem romlandó élelmiszerekre. Be kell látni azt, hogyha elfajul a helyzet, és a városvezetés nem lép ebbe az irányba, és nem valósítja meg ezt a fajta programot, akkor ténylegesen káosz lesz. Ez pedig nem lehet megengedni magunknak. Azok, akik nem látják be ennek a szükségességét, nem csinálnak más, mint bohócként ugrálnak a fideszes és jobbikos pártunk a propaganda mostanában.